Mi egészségesebb a kutya, a kistestű kutya számára, naponta többször kapjon kis adagot, vagy egyszer többet? Nos, a lényeg tulajdonképpen két oldalról közelíthető a dolog meg. A kistestű kutyának nem szükséges naponta többször kosztolni, tehát nem szükséges, hogy naponta többször kapja meg azt a tápmennyiséget, ami számára ki van jelölve. Ez inkább a nagytestű kutyákra jellemző, hogy azt, ott erősködni szoktunk, hogy ez így legyen. Kistestű kutyánál is meg lehet tenni, természetesen. Nincsenek semmi akadálya. A kutyának a gyomra egyébként úgy van fölkészülve, hogy egyszerre befogad annyi tápot, ami egész napra elegendő. Tehát ezért is mondom, hogy igazából, ha más indikációja a dolognak nincsen, akkor az egyszeri etetés az teljesen megfelelő. A kétszer vagy a többszöri etetésnek őrült rákfenéje szokott lenni, hogy az azt jelenti általában az eseteknek a döntő többségében, hogy többet kap a normálisnál, mert hát ilyen keveset csak nem adok már a kiskutyának. Holott, ha kiszámolt adag, a megfelelő kalória mennyiséggel kiszámolt adag, az ilyen kevés lenne háromszor, de hát ezt általában gazdék mindig kevesli, ezért mindig háromszor többet ad, és összességében mindenképpen az elhízás irányába teszünk egy lépést. Tehát, hogyha meg tudja a gazdi állni, hogy ez háromszoros dózis legyen, akkor nyugodtan etetett akár háromszor is, vagy talán négyszer is, de kétszer mindenképpen. De elvileg a kutya fiziológiailag nem igényli, a kistestű kutya nem igényli, hogy többször kapjon enni, egyszer elegendő etetni. A nagytestű kutyánál kicsit más a történet, főleg a mély mellkasú kutyáknál, a nagy hatalmas nagytestűeknél, óriás testűeknél, ott a gyomorcsavarodás megelőzésé miatt az állatorvosok is azt javasolják, hogy kétszerre kapjon enni, de ez itt most a kistestű kutyákra volt a kérdés.